Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. július 26-án szerdán, a pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Szakmatábor. Medencés sárkányhajó erőpróba. Mezőtúr és vidéke legújabb lapszáma. Július 29-én rendezik meg a medencés sárkányhajó erőpróba elnevezésű rendezvényt Mezőtúron, a Városi Strandfürdő területén. A program kiegészül gasztro élménnyel, habpartival és számos más kikapcsolódási lehetőséggel. A részletekről Papné Juhász Emília, a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlan Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott. Augusztus 21 és 25-én szakmai tábor veszi kezdetét a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium szervezésében. Mit tudhatunk erről? Ez egy új kezdeményezés az iskolánkban. Szeretnénk, hogyha megismernének bennünket, illetve mi is szeretnénk megismerni a leendő tanulóinkat, és ezért próbálunk szervezni egy olyan elfoglaltságot, ami a szülőknek is, a gyerekeknek is és nekünk is hasznos. Mi tudhatunk a programokról, mivel ismerkedhetnek meg a jelentkezők? Ebben az időszakban szeretnénk bemutatni azt, hogy milyen szakmákat tudnak elsajátítani itt nálunk. Jobban megismerni azt, hogy egy-egy szakmához mi az, ami tartozik, mert gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan azért nem tudnak szakmát választani, mert nem is igazán tudják, hogy egy-egy szakmában mi az, amit el kell végezni, amit csinálni kell, tehát hogy mit választanak végül is. Kik jelentkezhetnek? Célirányosan a felső tagozatosokat céloztuk meg az általános iskolában, tehát 5.-6. osztálytól egészen a végzősökig természetesen, ha bár ők már nem az általános iskola kötelékében vannak ebben az időszakban, úgyhogy ezt a korosztályt szeretnénk, hogyha jelentkezni is jönnének minél többen. Hogy lehet jelentkezni? A jelentkezésnek több módja is van. A szórólapokon, amiket több helyre is kihelyeztünk, ott látható, hogy az iskolában elsősorban telefonon lehet érdeklődni. Ez a 56-os körzetszámú 354-22-es telefonszámon, illetve személyesen az iskolában, vagy pedig az iskolának az e-mail címén, ami a mezotúri.szakképző@gmail.com címen érhető el. Milyen szakmákkal ismerkedhetnek meg ez alatt, az idő alatt a jelentkezők? Szeretnénk egy teljes képet alkotni erről, vagy alkottatni erről a általunk képzett szakmákról, tehát elég széles lesz a skála. Nem minden szakmát oktatunk most jelen pillanatban, de azok, amelyeket oktatunk, azokat szeretnénk bemutatni. Ilyen például vagy a szakmák közül a heggesztő, a faipari szakmák közül az asztalos, építős szakmák közül a kőműves, a vendéglátósok közül a pincér, szakács, cukrászszak, az eladó szakmát szeretnénk megmutatni, és kreatív ágazaton a női szabót is. Ezen kívül természetesen vannak más szakmánk is, amire tudunk betekintést adni, tehát képezünk villanyszerelőket, építőipari szakmákban burkolókat, gipszkartonozókat, vagyis szárazépítőket, ácsokat, a fémipariaknál ipari gépészeket, tehát gyakorlatilag egy elég széles skálát tudunk biztosítani. Ha esetleg a tábor után pozitív lesz a tapasztalat, akkor terveznek még a jövőben hasonló tábort szervezni? Igen, természetesen. Azért is indítottuk el ezt a kezdeményezést. Szeretnénk ebből hagyományt
teremteni. Ha megfelelő létszámú jelentkező lesz természetesen, mert a tábort csak akkor fogjuk tudni elindítani, abban az esetben jövőre is, illetve a következő években is szeretnénk ezt meghirdetni. Meddig lehet jelentkezni a táborra? Elméletileg augusztus 10-ig, de ez nem egy olyan nagyon szoros határidő, viszont ekkor már tudunk tájékoztatást adni arról, hogy mivel volt elég jelentkező, indulni fog a tábor, és van-e még hely esetlegesen, illetve azt tudjuk mondani, hogy akkor nem tudjuk elindítani a tábort, hogyha nincs megfelelő létszám. Sajnos reméljük, hogy erre nem kerül sor az elkövetkezőkben. Tehát augusztus 10 a határidő a jelentkezésre. Kérek mindenkit, hogy amennyiben érdeklődik, eddig az időpontig legyen szíves jelentkezni. Ha valaki egy kicsit később kap észben, érdeklődni még akkor is tud, és hogyha van helyünk, akkor nagyon szívesen fogjuk látni. Szakma bemutató tábort szervez a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakképző Iskola a felső tagozatos gyermekek számára. A tábor célja, hogy megismertessék a továbbtanulás előtt álló diákokat az iskolában elsajátítható szakmákkal. A részletekről Korom Endre igazgató adott tájékoztatást. Ezen a hétvégén kerül megrendezésre itt a Városi Strandfürdőben a medencés sárkányhajóverseny. Mit tudhatunk a programokról? Ezen a hétvégén ugyanazokkal a programokkal készültünk, mint az első kettő strandpartin, illetve színesítjük egy sárkányhajó bajnoksággal. A sárkányhajó bajnokság az arról szól, ez egy strandmedencés erőverseny. Egy sárkányhajót helyezünk a nagymedencébe, és akkor szembe ülnek a csapatok, és az a győztes, aki el tudja tolni az egyiknek a tér feléről a hajót. Úgyhogy egy ilyen bajnokság ez a környéken nagyon sokszor megrendezésre kerül, most Mezőtúron a Strandfürdőbe először kerül megrendezésre, az összes KFT meg alapítvány összefogásával, úgyhogy szeretettel várunk minden nevezőt. Ez a mostani program a Fürdők Éjszakája rendezvényen belül kerül megrendezésre. Ez egy országos verseny, a Fürdőszövetség által meghirdetett, úgyhogy mi hosszított nyitvatartással, amíg érdeklődés van, addig leszünk nyitva a strandfürdővel, illetve 10 óráig leszünk nyitva a medencéinkkel. Hogyan lehet nevezni a versenyre? A versenyre a helyszínen is lehet nevezni, 2000 forint a nevezési díj, ebbe benne van a strandbelépőnk is, csapatokkal lehet nevezni, vannak profi, illetve amatőr versenyeink, női meg férfi versenyünk is van, úgyhogy különböző kategóriákban lehet indulni, az intézményellátó honlapjára lehet elküldeni, e-mail címre, illetve telefonon, és a fix végleges versenyzés pedig itt reggel 8 órától történik, úgy osszuk be a versenyzőket. Kik jelentkezhetnek az eseményre? Az eseményre mindenki jelentkezhet, hisz mentőmellényt is tudunk biztosítani, aki talán nem tud annyira úszni. Az a lényeg, hogy legyen egy jó csapat, és akkor kipróbálják, hogy ki tud erősebben nevezni. Lesznek-e kísérő programok a verseny mellett? A verseny mellett több kísérő programmal is készültünk. A leges legnagyobb tetszést Mezőtúron a habfürdő arat, 6 órától, 6 óra fél héttől, attól függ, hogy a verseny hogy fejeződik be. Ismételten habfürdővel készülünk, este zenével készülünk. Akkor újdonságként meghívtunk egy szín elemzőt, színtanácsadót a strandfürdőre. Egy martfúji hölgy fog az érdeklődőknek tanácsot adni, hogy kinek melyik szín áll a legjobban. Ezt itt a melegmedence melletti kis kerti kiülőbe fogja végezni, bárki oda mehet, és kipróbálhatja, hogy melyik szín áll jól neki. Illetve már a múlt hetekben is meghívást kapott a plac, meghívtuk a strandra, hogy mutatkozzon be a termékeivel. Most a Pocok Burger termékeit is be fogjuk mutatni, úgyhogy hamburgerrel is várunk mindenkit szeretettel.
Ugyanúgy kísérő programunk a Be a Zumba. Ő fog tartani egy zenés, vidám, családi zumba partit értékes nyereményekkel a gyerekeknek, családoknak. Ő körülbelül 4:45-től fogja tartani ezt a foglalkozást, illetve a nyári diákok segítségével bevezetésre került egy ilyen kis nagyon egyszerű, kis kreatív játszóház vagy játszósátor, ahol a gyerekek ki tudják egészíteni a fürdőzésüket. Az eseményt a napi jegyek árával lehet ismét igénybe venni? Igen, erre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ezen a napon kedvezményes jeggyel nem lehet részt venni az eseményünkön. Egy egész napos belépő jeggyel egész nap kibe lehet menni, karszalagot fogunk adni. A bérletek sem érvényesek ezekre az eseményekre, egy napi belépő árából lehet ezeken az eseményeken végig részt venni. Mi tudhatunk a nyár további eseményeiről? A nyáron még tovább szeretnénk folytatni ezeket a programokat, úgy látjuk, hogy ilyenkor nagyon sok a strand látogató időjárás függvényében, még szeretnénk happartit is rendezni, illetve van egy fix időpontunk, én ennek nagyon örülök, a Fürdőszövetség által meghívtak bennünket. Augusztus 19-én Magyarország készül egy új világrekord felállításra. Ez arról szól, hogy délután egy időben egyszerre Magyarországon fognak a legtöbben vízipisztolyozni strandmedencékbe. Erre a mi strandfürdőnk is meghívást kapott, és augusztus 19-én a délutáni órákba hívunk mindenkit. Egyenes adásba közvetítik ezeket a részvételeket, és erre nagyon sok szeretettel meghívunk minden Mezőtúr és környékbeli lakost, akik vízipisztolyozni fognak akkor, amikor kell, hogy Magyarország legyen ebbe a világranglista vezetője. Az elmúlt időszakban is rengeteg izgalmas esemény, program, rendezvény zajlott Mezőtúron, amelyről a két hetente megjelenő Mezőtúr is vidéke újságban lehet majd bővebben olvasni. A legújabb lapszám részleteiről Kakukk Móni újságíró nyilatkozott. A pénteki napon megjelenik a Mezőtúr és vidéke legújabb lapszáma, mit tudhatunk a cikkekről, mit tartalmaz? Igen, a mostani lapszámban az első oldalon rögtön vidám képekkel találkozhatunk. A fazekas táborról írtam egy cikket, ami a Badár Emlékházban volt megrendezve július 3. hetében, és ott ugye nagyon sok élménnyel gazdagodtak a gyermekek, és reméljük, hogy még sok ilyen tábor megvalósulhat Mezőtúron, főként, hogy a város arculatához hozzátartozik ugye a hagyományápolás és a fazekasság, ami ebben az esetben még mindig élő, és így a generációkon keresztül folyamatosan átadható. Úgyhogy mivel Veres Gyula kerámikus iparművész is csatlakozott ehhez, Trencsényi Tibor és Bens Zsófia mellett, így külön, és még Szújó Tündése hagyjuk ki a sorba, ki pedagógusként vett részt a táborban, így külön egy unikum volt szerintem, ha a táborokat tekintjük a mezőtúri nyár folyamán. A másik hír, ami rögtön az első oldalon van, az pedig egy jótékonysági összefogáshoz kapcsolódik. Hát a lakosság tudomására jutott, a Facebookon keresztül, hogy egy mezőtúri édesanyja egész kilátástalan helyzetbe került, ugyanis az egészségügyi költsége olyan magasra nőttek, hogy nem tudta már ugye finanszírozni, magán úton tudja csak megoldani a műtétet, ami számára nagyon-nagyon fontos. Ugye nagyon nehéz helyzetbe került, és nagyon sok szintéren és sokféle helyszínen, akár internetes platformokon is, de valódi városi helyszíneken megtörtént ez az összefogás. Például nézhetjük a vakációs délutánt, amit a közösségi ház szervezett, aminek a folyamán a Magyar Vörös Kereszt által is történt ugye az adománygyűjtés, és a mezőtúri piacon is a vasárnapi nap folyamán a mezőtúri figyelő Facebook közössége is egy jótékonysági süti vásárt és ajándékvásárt tartott, ami során szintén egy nagy összeget tudtak hozzátenni ehhez a több millió forintos műtéthez, ami Nagy Erikának ugye megoldás lehet a gyógyuláshoz, úgyhogy egy kicsit
Erikát más oldalról is igyekeztem bemutatni. Érdekesség, hogy például könyvet is írt, és eredetileg ő diplomás ápolóként dolgozott a korábbiakban. Úgyhogy ezúton is még, aki szeretné segíteni Erikát, a gyógyulásban még a számlaszámon folyamatosan megteheti, ami akár az interneten keresztül is megtalálható. A másik, hogy ugye ez a lapszám az utolsó, mielőtt elkezdődik ugye az Artúr Fesztivál, Túri Vásár. Ugye pont azon a héten jelenik meg az újság, amikor a Túri Vásár már tart, de ugye hamarabb kerül nyomdába, és a lakosok is egy eltérő napokon kapják meg az újságot, ugye valaki a megjelenés utáni vasárnap vagy hétfőked változó, ugye mert 7300 címre kell eljutatni az újságokat. Úgyhogy ez az utolsó lapszám, amikor még mindenki biztosan megkapja a mezőturis vidékét, és ebbe nagyon sok érdekes plakát belekerült, ami az Artúr Fesztivált és a Túri Vásárt illeti. Belekerült a részletes szóróanyag is, ami, mint a művészeti fesztivál, így több helyszín, minden egyes helyszínt pontos időponttal megjelöl. Ugye nagyon fontos, hogy ez egy ingyenes művészeti fesztivál, ami nem csak a mezőtúriaknak, hanem a környékbelieknek is egy vonzó esemény. Ehhez pedig kapcsolódnak kísérőprogramok is, akár a Túri Vásáron a főzőverseny, vagy kiemelném a mesterségek terét, ahol ki is lehet próbálni hagyományos mesterségeket, mint például a nemezelés, és még ugye számos egyéb érdekes információ, ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy érdemes ezt is átolvasni, ugye a házassági évfordulósoknak a jelentkezési ideje már ugye letelt, de reméljük, hogy ezt is majd a Túri Vásár idején nagyon sokan megtekintik, ahogy az 50. és 60. házassági évfordulósokat köszöntik a polgármester úr és a mezőtúri közművelődés és sport Kft. Dolgozói. Ezen kívül még ugyan számos program, újdonság, plakát, hír, fejlesztésekkel kapcsolatosan is akár tekintjük például a kikötőfejlesztést, amiben megindul a vízi sporteszköz bélés is, úgyhogy nagyon sokféle információt tartalmaz most is az újság, úgyhogy remélem, hogy sokak találnak hasznos olvasni valót ebben a lapszámban is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!